Brender Koloman és Szakács László a vendégénk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Szép jó reggelt! Jó reggelt kívánunk! Azt hát kezdjem akkor önnel, hogy most tényleg akkor tisztázzuk ezt, hogy egy oktatásban résztvevő, már mondjuk politikus, mit lát visszamenőleg azzal kapcsolatosan, hogy az egész világnak tesztelnie kellett magát a digitális oktatás terén, ebben benne volt Magyarország is, hogyan teljesítettünk ezen a téren? Szerintem az ország általános állapotához képest, úgy, ahogy az ország normális állapota van, ami azt jelenti, hogy valóban voltak kiválóan működő, iskolák, ahogy az a felkonfban is elhangzott, ugyanakkor ugye a becslések eltérnek, hogy egy harmada a gyerekeknek, vagy egy ötöd a gyerekeknek, ahol nincs internet hozzáférés, horribil a diktum, még villany sincs, azok uh -huh. pedig nyilvánvalóan nem tudtak részt venni jól a digitális oktatásban. Képzeljék -e, hogy én pont a napokban töltöttem ki a nemzeti, ti megkaptátok a nemzeti konzultációt? Mindig elrakom emlékbe az unokáimnak, Na, mondtam nem neked. Kapok. Na, én megkaptam, uh -huh. én megkaptam, Két és pont a napokban töltöttem ki. Most csak, hogy beszél erről, pont abban van egy ilyen kérdés emlékeim szerint, hogy ön támogatja azt, hogy a járvány idején, majd hogyha lesz, vagy újra felüti a fejét a járvány, akkor ingyenesét tegyék e például a gyerekek meg a, ta a, a tanárok számára az internetet arra az időszakra. Ez egy kiváló lépés. Meg kell, hogy mondjam, hogy azért más helyen ez úgy működött, hogy mondjuk tableteket osztogattak ki azon gyerekeknek, akiknek nem volt. Tehát azt gondolom, hogy. Hol működött? Ászkában például. Más helyen is egyébként, nem csak ennyire fejlett államokban. De mindenki kapott egyébként, vagy ott is volt egy-két olyan. A hátrányos helyzet, ugye? azok, akik erre rászorultak valóban. Kormány az, Igen, 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 igen. Direkt módon, tehát ezért mondom, hogy azért. Portugália, Spanyolország bocsánat. Így van. így van, így van. Nem, szóval csak azt akarom mondani, hogy igen, valóban ez egy olyan nehéz időszak volt, ahol mind a szülők, mind a tanárok, mind a gyermekek nagyon jól teljesítettek. Én nagyon remélem, hogy amikor most megint szeptemberben iskola kezdés lesz, és ugye az eddigi hírek szerint mindkét variációra felkészül egyébként nagyon helyesen az oktatási kormányzat, sőt arra is, hogy esetleg egyfajta hibrid rendszer lesz, a Fidesz egypárti hibrid rendszerében lesz az oktatásban is egy hibrid rendszer. Tehát én ezt nagyon jónak tartom, hogy rugalmas készülünk föl az oktatásra, mert nagy valószínűséggel ugye egy ideig még együtt kell élnünk a koronavírussal. Egy dolgot én hadd emeljek ki, az is nagyon fontos, hogy az internet elérhetőség az meg legyen, persze a családokban, na de ezekhez eszközök is kellenek, ugye pont a, a, akár a táblagépek, akár bármi más kapcsán. És nem utolsó sorban a tanároknak. Azért képzeljük el, nekünk szülőknek nagyon higgatnak és nyugodnak és megértőnek kellett lenni, de azért azok a tanárok, akiknek mondjuk van egy-kettő gyereke, esetleg három gyermeke, különböző iskolába járnak, és van otthon egy laptop, és azon a gyerekek tanulnak, neki órát kellett tartani, tehát ezeket az eszközöket, ezeket be kell tudni szerezni, oda kell tudni adni úgy a tanároknak, mint ahogyan a diákoknak is, az nem lesz megoldás, mint korábban volt a kis falvakban, hogy azt mondták, akinek nincs otthon internete vagy számítógépe, az menjen be, akár az iskolába, vagy Igen. menjen be éppen a kultúrházba. Már nem mindegy, hogy az iskolába jár, vagy éppen a kultúrházba jár, esetleg a gyermek abban a tekintetben, akkor már lehetett volna tartani a tanórákat is. Ezeket az eszközöket ki kell osztani, be kell szerezni. Igen. Hát és a legfontosabb, hogy a szegényekről, az igazán hátrányos helyzetűekről se feledkezzünk el, az áramszegénység például minden Olyan. tizedik embert érinti Magyarországon, és áram is kell a digitális oktatáshoz. Mi ezért Bizony. mondjuk azt, hogy tessék visszakötni a szolgáltatónak a saját költségére ebben az időszakban mindenhol az áramot, és egyébként egy normális mértéki kevesebbet kelljen fizetni, és legyen egy mérték, amiért nem kell fizetni. Pont most mondták, ezt így van. Igen. Szerintem egyébként valószínűleg, hogy minden országban majd egy kicsit olajozottabban, nem rugalmasabban fog majd működni, akár a digitális oktatás mint mondjuk így első nekifutása, de még mielőtt folytatnánk Szakács úr, bocsánat, csak hogy van egy összefoglalónk azzal kapcsolatban, hogy ugye az MSZP parlamenti vizsgálóbizottság összehívását követel, de hogy értékelje a koronavírus járvány alatti kormányzati intézkedéseket. A párt egyébként azt szeretné a vizsgálóbizottság előtt Orbán Viktor miniszterelnök és Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere is megjelenne és válaszolna majd ezekre a kérdésekre. Mutatnánk ezzel kapcsolatosan egy összefoglalót, és akkor önöké a szó. Az MSP felszólította a kormányt, hogy teljes körülön mérje fel és tegye biztonságosá az összes bentlakásos idős otthont a koronavírus járvány második hulláma előtt. Az MSP közölte, sok váró listán szereplő idős ember a koronavírus miatt nem mer idősek otthonába vonulni, pedig ahogy kiderült elsősorban nem ezek az intézmények, hanem a kórházak voltak a járvány gótpontjai. Minden idős otthont el kell látni megfelelő védőfelszereléssel, az ott dolgozókat pedig anyagilag is meg kell becsülni. Az MSP arra kérte ismételten a kabinetet, hogy a szociális ágazatban dolgozóknak is folyosítsa az egészségügyben kifizetett 500 ezer forintos többletjuttatást. Mindeközben a párt parlamenti vizsgálóbizottság összehívását követelte, hogy értékelje a koronavírus járvány alatti kormányzati intézkedéseket. Gyors reagálást várnék akkor öntől, szakácsor, hogy mi szükség lenne erre a vizsgálóbizottságra. Hát e, nyilvánvalóan kell értékelni az elmúlt időszakban azokat a kormány, kormányzati intézkedéseket, amelyek voltak úgy az egészségügyben, mint a szociális szférában első körben, de egyébként természetesen a gazdaság területén is sikerült-e megmenteni annyi munkáját, amennyiről a kormány beszél, sikerült -e támogatni esetleg a megfelelő célokat, vagy csak a Budapest-Belgrád vasútvonalat, uh -huh. miért nem becsülik meg az egészségügyi dolgozókat mindennyiukat, hiszen ott le kell írniuk, hogy az 500 ezer forintos bruttó bérkiegészítéshez egy kérdőívet kell kitölteni annak, akihez hozzá akar jutni, hogy miképpen vett részt a Covid elleni védekezésben. A szociális munkások miért nem kapják meg, a gyógytornászok miért nem kapják meg, rengeteg, és a szociális munkások miért nem kapják meg. Ezek a pályák az elkövetkezendő időszakban nem lesznek így attraktívak, nem akarnak majd az emberek ott dolgozni, és akkor még nagyobb bajban leszünk. Így is már kevés az orvos, így is kevés a szociális munkás. A megbecsülésük azok, megbecsüléssel sem látja el őket a kormány, pedig abból ugye nem is lehetne semmit sem vásárolni, de mégis ha ezek nem vonzó szakmák, akkor nem fognak az időseken megfelelő módon segíteni. Nem utolsó sorban. Kell tesztelni azokat az időseket, akik bent vannak az idős intézményekben. azok, akik visszajönnek a kórházból az idős intézményekben. Ugye így terjed nagyon sokszor a vírus, így terjed nagyon sokszor a vírus, amikor ezeket elmulasztották, és nem utolsó sorban a kórházakban, egészségügyi intézményekben, szociális intézményekben pedig megfelelő védekező eszközt kell biztosítani. Erről nem Hú, volt. Szerencsére abból van. most van sok. Hát, négy lélegeztetőgépből is sok van. Nélege... Jó drága lélegeztetőgépekből is van sok. Négy miniszter átta el a feladatát. Most is a belügyminiszter szervezi, a külügyminiszter beszerez, az innovációs miniszter az szervez mindent, és esetleg... Még... Csapatmunka. Csapatmunka. Hát most kiegészítés csak ez, ehhez, hogy azért a, a gazdasági és, és, és társadalmi következményei ennek a járványnak még csak most kezdenek most el, igazándiból súlyossá válni. Ugye mi is azért már nagyon régóta kértük, hogy direkt módon segítsék meg a kis és középvállalkozásokat, különösen azokban a szakmákban, amikben ugye leginkább turizmus és egyebek, amelyek érintettek voltak, hogy háromról legalább kilenc hónapra emeljék fel a munkakeresési járul járadékot, és így tovább. Tehát ezek nagyon fontos lépések volnak, tehát ezért is az elemzés rendkívül két, fontos. Két, számot még hadd mondjunk gyorsan, <hül> tegnap Varga Mihály egy 170 millió forintos beruházást jelentett be itt Pest megyében. 170 milliós beruházást. Ehhez képest a Budapest-Belgrád vasútvonal, amit elvettek a védekezésből, ami majd 2400 év alatt fog megtérülni, arra 82 milliárd forintot. Ennek a több ezerszeresét adták oda egy olyan beruházásra, ami majd, ha meg is valósul, a mi életünkben biztos, hogy nem fog megtérülni. Tehát ezek az intézkedések azok, amiket a gazdaság területén is végig kell nézni. Ha már ön említett megbecsülést, illetve a megbecsülés hiányát bizonyos szakmákkal kapcsolatban, akkor térjünk át a pedagógusokra, a felsőoktatásban résztvevők számára. És arra nagyon-nagyon fontos tényre, hogy nagyon nagy mértékben csökkent a felsőoktatásban jelentkezők száma tavalyhoz képest, és a pedagógus képzésbe jelentkezők kevesebben vannak, mint ahány tanár nyugdíjba megy. Így van, és hát, jó magam, mint volt egyetemi vezető, hosszabb távon is elemeztem egyébként szerkesztővónak, jelzem ezeket a folyamatokat, tehát nyilván van egy demográfiai vonal ebben ezt senki nem mondja kétségbe, ugyanakkor... Ami, Igaza a Robinak ami... Robinak? Párhuzamban van a demográfiai vonal azzal a csökkenéssel, amit a felsőoktatásban látunk, mert ugye ő erre próbálta felhívni. Én felügynep. azt gondolom, hogy van demográfiai része, és van a Fidesz tudás és értelmiség ellenes politikájának a része, illetve annak mondnak a bizonytalanságnak, hogy mondjuk az utolsó utáni pillanatban oldották fel a nyelvvizsga kritériumot, ugye a belépéshez az egyetemek világába, ami ellen a jobbik és a jobbik ifjúsági tagozata is hosszú éveken keresztül küzdött. Tehát ezek kumulálódtak, összeadódtak ezek, igen. és így lett ez, hogy idén 91 ezer jelentkező lett, és aztán felvettek 68 ezer e, e, hát fiatal felnőttet, vagy akár idősebb felnőttet is a, a, a felsőoktatásba. A tendencia viszont az fontos, hogy a 21. században társadalmi szempontból fontos az valóban, ahogy a bevezetőben hogy mondta, hogy egyre nagyobb arányban kell diplomás egy társadalomnak, és nem nem ezért van nagy hiány a jó szakemberekből, hanem azért, mert kivándoroltak Nyugat-Európába, mert ott az itteni bérek 3-4-5 szörösét keresik. Csak azért, hogy a Krisztinának is kedvezzünk, ijesztő ez az tendencia, amire most nagyon sok ellenzéki párt, mint ahogy ön is mondja, hogy 20 ezerre kevesebben kezdik meg mondjuk a felsőtatási tanulmányaikat, vagy az most ebben az évben ilyen, lehet, hogy a következő évben viszont nem tudom én 30 ezerrel többen fogom Az összlétszám már tíz éve folyamatosan csökken, akik a felsoktatásban egyetemi polgárként tanulnak, ez az ijesztő, illetve az, és ugye ez a mi számunkra, mint a vidékpártya számára kiemelten fontos, hogy közel 30 kar lassan egzisztenciális szorításba kerül, főleg vidéki egyetemi főiskolai karokról beszélek, ahol nincs elég hallgató. Ugye ez egy finanszírozási kérdés is, ameddig az egyetemek főleg a hallgatói létszám alapján kapják a finanszírozást. És nincs külön tudományos kutatásra pénz, per, pedig a tudomány és az innováció az egyetemeken is, nem csak a Magyar Tudományos Akadémián, hanem az egyetemeken is ugye képződik, amely aztán egyből beforgatódik az egyetemi oktatásba, tehát ezek létfontosságú karok ö, a magyar vidék szempontjából, az ő számukra ez lassan már egzisztenciális és nagyon komoly probléma. Ezért kell őket most ugye össze is gyúrni nagyon sokat, ugye alapítványi működésre térját a, a felső oktatás, ez nyilván az Orbán utáni világra próbálnak valamilyen szinten felkészülni a fideszesek, és patronusokat ültetnek az alapítványok kuratóriumaiba, mondták, hogy hiszen ettől függetlenedik, csak nem a kormánytól. Hát miniszterek ülnek bent az alapítványoknak a kuratóriumaiba, a Kaposvári Egyetemnek a központja az talán gyöngyösön lesz, ha jól I. emlékszem, össz vagy Miskolcol lesz, összegyúrják ezeket az egyetemeket, nyilvánvalóan azért, mert sokkal kevesebb a hallgató, Pécset 2000 kevesebb hallgató van, mint amennyi tavaly volt, Erre iparágok épülnek, erre a városnak is a gazdasága épül, és ez nyilvánvalóan húzza magával az egész gazdasági rendszert. Most tudom, hogy majd ezért megint meg fognak kövezni, ezért a megjegyzésemért, vagy, így, vagy ezért a kérdésemért, de egyébként annak mi értelme van, hogy emberek éveken keresztül tanulnak, diplomát szereznek, és utána elmennek mosogatni külföldre? Én azt gondolom, hogy a bolonyai folyamat az, az egyetemek világának a tömegesedésére egy válasz volt, amely egyébként egész világon tendencia. De én ezt nem így állítom szembe, hogy most akkor diplomával mosogatok, hanem úgy állítom szembe, hogy Magyarországon az átlagos bérszínvonal milyen, és emiatt egy, akár egy pedagógusnak készülő mondjuk fiatal felnőtt azt mondja, hogy ha van egy mondjuk szintén pedagógus párja, akkor ő Magyarországon nem középosztálybelének számít, hanem szegénynek, és ezért néha inkább elmegy mosogatni, Eltem. és ez a magyar tragédia, mi véleményünk orvostán... szerint. Az orvostan hallgatóknak a 45%-a nem Magyarországon képzeli el a jövőjét, a, ezeknek is a harmada egyébként már az egyetemről külföldre menne, ez egészen biztosan nem ennek az országnak az érdekét szolgálja, és azt látjuk, hogy ők egyre többen lesznek, akik azért mennek el, mert itthon keveset keresnek, 900 forintos órabérért, nettó dolgozik egy kezdő orvos ma Magyarországon. Ez egy hatalmas probléma. Annyit keresnek, mint mondjuk egy, egy gyors étteremben az a képen kezdő. De a másik felük az pedig azt mondja, hogy nem csak emiatt, hogy keveset keres, hanem amiatt is elmenne, mert külföldön sokkal jobbak a munkakörülmények, és inkább azt keresik. Na, ebben a kettőben érdemes fejlődni. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek hozzánk ma reggel. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük szépen.